Köszöntöm Önöket, Molnár Csilla vagyok. A frontok elhagyták a Kárpát-medencét, még egy-két nap erejéig nyugodt időre számíthatunk. Ebben a nyugalomban pedig gyönyörű fotót is készített tegnap este a naplementéről Kovács Zsolt gyopáros fürdőn. Nagyon szépen köszönjük ezt a képet. További érdekes időjárással kapcsolatos felvételeiket pedig Önök is küldjék el nekünk a már jól ismert e-mail címre meteorfotokukac@mtva.hu. Egészen péntekig számíthatunk erre a nyugalomra, hiszen addig egy anticiklon, egy magas nyomású képződmény alakítja az időjárásunkat. Pénteken azonban már egy hideg front is érkezik, és ez a hideg front már izgalmasabbá teszi az időnket. Érkezik hozzánk csapadék és jó pár fokos lehűlés, úgyhogy már egyre inkább kell fagyokra is készülni. Addig viszont még többnyelvesebb napsütéssel is töltődhetünk, ez így lesz ma is. A nyugati területeken, a középső tájakon bukkanhat elő a nap. Itt a hőmérséklet is 10 fok felett alakul, északnyugaton lesz a legenyhébb az idő, 13-14 fok is valószínű. Ezzel szemben azonban a Kárpát-medence keleti részén marad a párás és ködös idő, kötszitálás is előfordulhat napközben, és néhol csak a 4-5 fokot éri el a hőmérséklet, erre Erdélyben kell készülni. És csütörtökön hasonló napunk lesz 10 fok körüli maximumokkal, ekkor élénk lesz a déli szél, ami még egyelőre az enyhe léghullámokat szállítja hozzánk, ezen a napon is azért töltődhetünk több-kevesebb napsütéssel. Érdemes is, hiszen pénteken megérkezik a hideg front, amely miatt megvastagszik a felhőtakaró, eső és záporok is sokfelé előfordulhatnak, ami viszont még hangsúlyosabb, hogy megerősödik és viharossá is fokozódik az északi északnyugati szél, ennek hatására pedig napról napra visszaesik a hőmérséklet, így a hétvégén már bőven 10 fok alatt mérhetjük a maximum mértékeket is, és fagyra szinte mindenütt számíthatunk, a vadzugos helyeken már kemény fagyokra is, akár mínusz 6, mínusz 7 fok is előfordulhat. A jó hír azonban, hogy ehhez még napsütés társul ezen a hétvégén. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!